Sziasztok, itt vagyunk ismét a Szódon, és most azt a részt fogom itt bejárni, amit múltkor nem sikerült a Kisvasútnak, ezt a kacskaringós részét, ameddig a 3-as útig kijutott. Itt a rakodónak dolgoztak, de most, mint látjátok, levonultak a munkások, tehát most ezt be lehet járni. Ja, szokás szerint biciklivel, bár nem biztos, hogy biciklis bejárás lesz, lehet, hogy csak tolni fogom, mert úgy könnyebb haladni. És hát ott van a Szód, úgyhogy irány le az aluljáró. Tehát ugye a liftek még úgy tudom, még mindig nem működnek, de még hivatalosan üzembe se helyezték őket, október 31-ig kell lesz megtenni. És hát most még csak október 1-e van, szóval esetleg, hogyha 30 nap múlva visszajövök, akkor lehet, hogy már működni fognak a liftek, úgy körülbelül 2 hétig, ahogy szoktak, ilyen beruházásnál. Hát hány ilyen példát láttuk bár, hogy amikor beüzemelték, működött, aztán ha egyszer eldomlott, akkor meg úgy is maradt, mert aztán gazdája már nem volt, aki karban is tartsa, meg javítsa, ha elromlik. Hát reméljük, itt nem itt lesz, vagy nem így lesz. De hát ez majd csak később fog kiderülni. És akkor ezt nézzétek, itt van a két csonkavágány, meg a rakodó, és valahol itt voltak. A Kisvasút is ide futott be, és itt lehetett átrakodni. Hát ennyi, itt ezt a rakodót ezt meghagyták. Zárból itt túl sok minden nem történt, csak a térvilágító oszlopokat cserélték ki. És van valahol arrafele ment a Kisvasút is. Ezt nézzétek. Úgyhogy legutóbb ezt a rakodóvágányt használták. Hát a mérlegházat már nem is fogják, felújításkor se nyúltak hozzá. Hát azért még egy-két reszlit itt hagytak ezeket valószínűleg. Ha nem biztos, hogy vonattal, de biztos, hogy el fogják innen vinni. Mivel is lassan elérünk a rakodó végéig. Ugye arrafele meg már 60. Értek, és akkor lassan itt vagyunk a rakodóvágány kiágazásának a vége fele, és valahol a Kisvasút már itt mehetett mellette. Lehet, hogy ezen a földúton már az volt. Lesz majd egy-két kanyar még benne, mire a 3-as útig felért. Azért azt a durva emelkedőt azt az elég nagy kacskaringóval küzdötte le. És hát itt látszik, hogy eddig az átépítésnél eddig megcsinálták a vágányt. Kicserélték betonoljakat, meg összeheggeztették a sínszálakat. És akkor jöttek, innen jöhetett a Kisvasút, és itt kanyarodott először fölfele. Tehát szerintem ez lesz az a földút, amin nekünk föl kell menni. Egyébként erre van a pálya 60 fele, és ott a rakodóvágánynak a földkúpja is látszik talán innen. De úgy arról. És akkor szerintem itt kell fölmennünk, és akkor itt lesz egy pár kunkor ebbe a földútba, hogyha jól gondolom. Nézd, csak most pont szembefény van, de azért próbálom mutatni, hogy itt eljöttünk, és itt a ház mellett jöhetett szerintem a Kisvasút töltése, ahol ez a világító test is van, és vagy pedig, egyébként Ali is itt van, csak én nem mutattam meg eddig, de vagy erre fele kell fölmenni, vagy pedig így erre tovább, de hát nem tudom, az úgy elég, szerintem az volt egyébként a kunkor, csak arra nem biztos, hogy el tudunk menni. Tehát most inkább ezen az úton kéne fölfele menni. Vagy kockáztassuk meg ezt a másikat? Nem tudom, hova vezet. Jelzi, nézek egy térképet. Csak hogy érzékeltesse, mi a helyzet, hogy mi most itt vagyunk valahol, ezen a részen, és nem is ezen az úton kéne tovább mennünk, hogyha a kunkort akarjuk követni, hanem itt valahol még, itt errefele, tehát itt ezt a házat megkerülve, és még utána ott egy még nagyobb kunkort kéne megtenni, ami nem biztos, hogy már jelölve van, de mégis és itt ez az út, amit ugye a térkép nem jelöl. Itt lehet ezt a részt levágni. Tehát most felmegyünk itt, és eljutunk ide, meg kell tovább követni ezt a kunkort, hogyha sikerül, és visszafele pedig ez meg lehet próbálni így ezt a nyomvonalat, de az majd a visszaúton lesz egyébként, de menjünk a biztosra, és de, hát ezt a nagy kunkort lehet vele levágni, de ezt megpróbáljuk. Tehát hogy arra fel tovább. Hogy na, 3-as út, és itt jöttünk fel. Tehát ez a kanyarlevágós téma az itt volt. És a Kisvasút ott ment tovább, az, amit biztosan tudunk. De nem pont itt jött valószínűleg föl, ahol ez a földút van, egy picivel arrébb, viszont az ívet azt itt. Hát majd megnézzük, kicsit közelebb megyek. Ez valahol az ív az nagyjából stimmel, hogy itt a szántóföld helyén talán itt ment, és talán itt, még az is lehet, hogy itt az erdősávnak a vonalát követte. Szerintem
Mert nem véletlenül, de valahol itt, és akkor ott, ott egy nagy kunkor, meg még egy, és ott már a távolban már látszanak a felsőletét tartó oszlopok is. Hát valahol szerint, és még ott is, tehát én azt nézem, hogy szerintem ott kanyarodhatott, megint visszább, és akkor így csinált egy nagy kunkor, csak közben meg a zoomot visszaveszem, de így. Tehát én erre tudok tippelni. Viszont ebből már semmi nincsen, mert ott fölfele a földúton is néztem, hogy van-e valami becsatlakozás, vagy bármi nyom, hogy ott mehet egy kisvasút, viszont az egész földút meg bevágásban van. Hát az onnan nem lehet. Tehát valószínűleg a földút az nem pont a kisvasút helyén épült, annó, vagy hát úgy járták ki. És a kisvasútnak a töltését pedig már régen elszántották ezen a környéken. Tehát itt már nem sokat találunk belőle, viszont visszafele még majd arrafele elmehetünk ott a háznál. Ott még megnézhetjük, hogy mit találunk rajta. Na most akkor megnézve a térképet meg a tájat, most már megvan, hogy ott, ahol van az az antennatorony nagyjából, meg ott a villanypózna, ott volt a hármas út fele a járat, és akkor így erre fele jött. És valahol ott a két fasor között, ott volt az egyik kunkor, és így jött vissza erre. És aztán így tovább. Tehát így csinálta meg az egyik kunkor, és aztán volt utána még egy a vasútállomásig, ott amarra. Tehát akkor kunkor, és akkor jött erre, szerintem. És aztán ott tovább, mert az, ott az útban valami mennyire van, és akkor még utána ott valahol még vissza. És aztán csinált még egy kunkort az állomásig. Igen, hát most azt el tudom képzelni, hogy ezen az úton jött vissza a kisvasút, de azt el tudom képzelni, hogy a kunkor másik fele azok, hogy ment tovább errefele, és majd valahol később fordult vissza. Igen, szerintem azt jól mondod, hogy egy kunkor itt, és akkor valahogy így feljött, utána akár itt, akár egyel arrébb, azt most megint nehéz megmondani, és aztán csinált még egy kunkort, amit az előbb mutattam, az biztos, hogy volt, és aztán, és utána ki. Tehát lehet egy kunkor, vagy igen, egy kunkor, aztán itt vissza megint, még egy kunkor, és aztán ott, és az volt az első kunkor, onnan. Nem tudom, mert a térkép sem biztos, hogy pontosan jelezte a kunkorokat. Tehát, hogyha meg lenne az elveszett sinek offline térképén, akkor egyszerűbb lenne, viszont csak a kisvasút.hu lévő térkép van, ami meg ugye nem jelöli pontosan, ugye azon nem tudom magadat megjelölni, hogy te hol vagy, az csak az elveszett sinek offline térképen működne, hogy mutatna azt is, hogy te hol vagy, és akkor az alapján be lehetne lőni. Illetve pontosan hol vagyunk. Az erdősávok segítenek, hogy hát, hol vannak. Hát igen, az viszont azt néztük eddig is, hogy ahol a fák vannak, ugye hát a szélén meg a... Tehát ott, igen, ott, ahol nincs erdő, annak a szélén mehetett. Itt viszont most le tudunk itt menni, mert egy másfele úgyse tudunk menni, és akkor visszajutunk ahhoz a házhoz. Mert az biztos olyan, hogy ott a ház mellett ment el, az a régi térkép is jelölt, és az a ház, az rajta volt a kisvasút.hu-n is, hogyha a Google térképen nézed, azt a házat ott is jelölte, tehát az biztos, hogy jó helyen vagyunk. És úgy hallom, megy egy vonat. Na akkor gyorsan ezt ellenfélre mutatom, hogy egyébként az a fehér furgon az ott állt a ház előtt ma akkor is, amikor jöttünk, tehát ez bár biztos, hogy jó helyen vagyunk. És a végén lehet, hogy tényleg akkor az lesz a nyerő megoldás, a helyes megfejtés, hogy az első kunkor már itt kezdődött. Aztán csinált ott egyet arra, meg még egyet, és akkor is utána ment ki. Ez viszont olyan, itt a lejtőszőnök is olyanok, hogy ezen simán fölmehetett egy kisvasút. Úgyhogy szerintem ez lesz a helyes megoldás. De az is lehet, hogy nem pont ez ennek az útnak a helyén ment, hanem egy picivel arrébb. Mert ott a térkép nem biztos, hogy pontosan jelöli. Viszont nekem így logikusnak tűnne, hogy itt jött föl. Na, esetleg azt lehetne megnézni, hogy ez a ház ez állt-e már. Úgy mondjuk, hogy még 50 évvel ezelőtt. Hát, és csak pont szembesütön a nap, ugye túl sok mindent nem látok. Csak a kamerámon a kép hibát, ami szembefényben mindig kijön. És akkor ismét itt az a szódi vasútállomáson. Hát ennyi lett volna ez a kisvasúti bejárásnak a hiányzó szakasza.
Tehát onnan jött, ő visszajöttem ide, hamarosan érkezik az Agria, és akkor az a irányhoza. És egészen gondosan most megnéztem, hogy inkább leszállok Gödöllőn, mert 5 perc múlva jönni fog a hév. És akkor az, elmegyek a hévvel, mert az ugye nem a, mert ez most nem áll meg Kőbánya felsőn, mint az itteni Agria megáll, hanem a keletibe megy, hát onnan meg visszajönni az idő. Tehát akkor már jobban járok, hogyha megyek a hévvel, mert az ugye az őrsnél van a végállomás, hogy gyakorlatilag házig visz. Csak az ennyi lett volna, köszönjük, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!